bölcsődei fejlesztés Nyíregyházán, 36 férőhelyes lett a Kisvakon bölcsőde. Elérhetőbb és gyorsabb, változott a békéltető testületek működése január 1-től. Egy arany, két ezüst, három bronz, 6 érmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői az 50. fedett pályás atlétikai magyar bajnokságon. Három csoportszobában összesen 36 gyermekről gondoskodnak az új nyíregyházi önkormányzati bölcsődében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Kisvakont felújítása és bővítése közel 600 millió forintból valósult meg. A bölcsiben már most telt ház van, a kicsik éppen a beszoktatási időszakban vannak. Tavaly júliusban még vezetékek lógtak ki a Honvéd utcai bölcsőde falaiból és a mennyezetéről. Ekkor még szinte felismerhetetlen volt, hogy ebből egyszer gyermeknevelési intézmény lesz. Néhány hónappal később, szeptemberben, bár még fólia volt a beltéri ajtókon, már a kamerák is a helyükön voltak, és a kerítés is szint kapott. A munkálatokat decemberben befejezték, múlt pénteken pedig hivatalosan is átadták a már birtokba vett intézményt, amely a Kisvakont bölcsőde nevet kapta. Ezt korábban egy civil szervezet működtette két csoportszobával. A működés megszűnése után 2 évvel ezelőtt átadták az épületet az önkormányzatnak, ez pedig úgy tűnik jó döntés volt. Mi beépítettük a nyíregyházi bölcsődefejlesztési programba, ami azt jelenti, hogy nyertünk 600 millió forintot 100%-os visszanemtérítendő támogatásként, amiből teljesen felújítottuk az épületet és bővítettük is, mert hogy most már 3 csoport van itt, tehát 36 gyereket tud a bölcsőde fogadni. Felújítottuk az udvart, nagyon szép játszótér alakult ki, és arra is figyeltünk, hogy korszerűsítsük a működtetést. Napelemek vannak, amelyek biztosítják a világításhoz és a melegvízhez szükséges energiát. A modern bölcsődei férőhelyek kialakítása az egyik legfontosabb pillére a városvezetésnek. A nyíregyházi szociális ellátórendszer alapellátásnak az egyik fontos pillére a bölcsődei hálózat, amely már 10 tagra bővült Nyíregyházán, és nagyon fontos a szülők munkabeállása szempontjából, hogy valóban legyen egy szabad választás, hogyha valaki el szeretne menni dolgozni és szeretné elhelyezni a gyermeket, akkor biztonságosan szakértői kezekbe tudhassa a gyermek gondozását, fejlesztését, ami itt megvalósult a mi esetünkben, hiszen egy nagyon stabil szakmailag és az intézmény hálózatot tekintve és stabil rendszerről beszélhetünk. Itt az önkormányzat finanszírozza a működést, és nagyon fontos az, hogy az önkormányzat nem írt elő gondozási díjat. Ez is mellett teszel a bölcsőde mellett. Közel a gyerekek 80%-a ingyenesen érkezik, mert olyan magasan van megállapítva a jövedelemhatár, hogy belefér a szülő nyilatkozata alapján. Hiszen a hasonló beruházások célja, hogy segítse a kisgyermeket nevelő szülők visszatérését a munkaerőpiacra. Mint az átadón elhangzott, a nyíregyházi déli ipari park fejlesztése 5 éven belül 5000 új munkahelyet teremt, amelynek jelentős részét fiatalok és fiatal családosok fogják betölteni. Az ő gyermekeik biztonságos elhelyezését is szolgálja majd az új önkormányzati bölcsőde. Pedofil bűncselekmény miatt köröz a rendőrség egy 54 éves férfit, aki megszökött a házi őrizetből. A Tarpai Foci Akadémia gyermekfelügyelőként dolgozó férfinak súlyos vádakkal kell szembenéznie, ugyanis több kiskorúval szemben is szexuális cselekményt követett el egy diák szálláson 2022. novemberében. A férfi majdnem 1 éven át letartóztatásban volt, majd 12 nappal azután, hogy a bíróság elrendelte a házi őrizetet, ismeretlen helyre távozott. Újabb nyomozás indult ellene fogolyszak és büntette miatt, ebben az ügyben elfogató parancsot is kibocsátott a rendőrség. A szexuális erőszak büntette miatti nyomozásban, tehát ami miatt le volt tartóztatva, az ügyészség távol lévő terhelté nyilvánította a gyanúsítottat. Ez azt jelenti, hogy az ügyészség úgy kívánja folytatni az eljárást, hogy nem szükséges ahhoz, hogy a gyanúsított jelen legyen, nélküle is lehet vádat emelni, illetve a bírósági eljárás is szabadon folyhat. Régiós illetékességgel működnek január 1-től a vármegyei kereskedelmi és iparkamarák békéltető testületei. A szabolcs-szatmár-beregi fogyasztók a Hajdú-Bihar vármegyei testülethez fordulhatnak panaszaik rendezéséért. Az ügyintézés online történik. Széles a kínálat a műszaki boltokban, ám a legkörültekintőbb vásárlásnál is előfordulhat, hogy a kiválasztott termék hibás.
Ilyenkor a fogyasztó első körben a vállalkozással veszi fel a kapcsolatot, de ha a vitás helyzetet nem sikerül rendezni, a békéltető testületekhez fordulhat jogorvoslatért. A testületek 1999 óta működnek Magyarországon. Ez idő alatt a jogszabályi hátteret adó fogyasztóvédelmi törvény többször is módosult. A legjelentősebb változások azonban 2024. január 1-én léptek életbe. Az egyik legfontosabb, hogy a vármegyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett, független testület most már régiós illetékességgel és online működik. A mi vármegyénkbelieket érintően a legjelentősebb változás most január 1-től, hogy a Hajdú-Bihar vármegyei békeltető testület jár el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei illetőségű ügyekben is. Főszabályként a békeltetés online történik január 1-től. Ez ugye van, akinek könnyebbséget jelent, mert nem kell sehova elmenni, az otthonában online tud kapcsolatot teremteni a békeltető testület eljáró tagjával, illetve a vállalkozással, viszont aki mégis ragaszkodik fogyasztó ahhoz, hogy személyes meghallgatást szeretne, akkor ezt a jövőben is kérheti, de a jövőben csak kizárólag a fogyasztó kérheti a személyes meghallgatást az ügyében, és itt lehetőség van arra, hogy aki Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lakik, akkor nem kell Debrecenbe mennie feltétlenül a személyes meghallgatás ügyében, hanem kérheti azt, hogy a praktikusan hozzá legközelebb eső megyei jogú városban, tehát itt jelen esetben Nyíregyházán, itt a mi kamaránknál történjen meg ez a személyes meghallgatás. Fontos változás az is, hogy a meghatározott értékhatár alatti ügyekben hatékonyabb lett a döntéshozatal. Korábban ugye akkor lehetett kötelező vagy ajánlást megfogalmazni a vállalkozás számára, hogyha alávetési nyilatkozatot tett. Viszont 2021. január 1-től 200 ezer forint ügyérték alatti ügyekben már a testület kötelező döntést hozhat. Tehát ezek ugyanúgy végrehajthatóak ezek a döntések, mint mondjuk az egyesség. A változások jelentős mértékben érintik az eljárást kezdeményező fogyasztók jogosultságait is a vállalkozásokkal szemben. Január 1-től a vállalkozás már nem lehet fogyasztó, viszont a társasházak, civil szervezetek, az egyházak, lakásszövetkezetek, ők továbbiakban is kezdeményezhetnek békeltető testületi eljárást, amennyiben a szerződés megkötése nem gazdasági vagy szakmai tevékenységi körükkel kapcsolatos. Az új szabályozás célja, hogy a vállalkozások együttműködőbbek legyenek, olyan esetekben pedig, amikor valódi alapja van a fogyasztói panasznak, növekedjen az egyességkötési hajlandóság. A változások miatt várható, hogy több eljárás lesz. A fogyasztók számára ugyanakkor könnyebben elérhetővé válik ez az ingyenes jogi lehetőség. Halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés büntette miatt a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója 2024. március 17-éig elrendelte a vétkes sofőr letartóztatását. A férfit hasonló bűncselekmény elkövetése miatt a Nyíregyházi Törvényszék 2023. december 7-én nem jogerősen 5 év börtönbüntetésre ítélte és 7 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől. A megalapozott gyanú szerint HB gyanúsított 2024. január 28-án a hajnali órákban pszichoaktív anyagfogyasztását követően bódult állapotban közlekedett autójával Kisvárda felől Tuzsér irányába. Egy balra ívelő kanyarban áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő személygépkocsival. A baleset során a vétlen sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított súlyos sérülésekkel, míg utasa könnyebb sérülésekkel került kórházba. Figyelemmel a jelen eljárás tárgyát képező bűncselekmény tárgyi súlyára és a kiszabható büntetés nagyságára 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, a bíróság döntése szerint fennáll a veszélye annak is, hogy a férfi szabadlábra helyezése esetén a nyomozó hatóság előtt elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne. Mindezek alapján a bíróság elrendelte letartóztatását. A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be ellene.
Az ünnepek után ismét aktuális a karácsonyfáért ajándék ültess egy karácsonyfát felhívás. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ugyanis ezért az akcióért országos marketingdíjat kapott. A közszolgáltató a társadalmi célú kampány kategóriában vehette át az elismerést. Idén még a nappalikban álltak, pár héttel később pedig már ebben a ligetben növekedhetnek ezek a fenyőfák Nyíregyházán. A gyökeres fák begyűjtését és kiültetését az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szervezte. A közszolgáltató ezzel a kampánnyal egy országos elismerést, marketing gyémántdíjat is kapott a közelmúltban. A karácsonyfáért ajándékot akciónkkal pályáztunk, ez ilyen társadalmi szemléletformálás kategóriában kaptuk ezt a díjat. Ugye a célunk az volt ezzel az akcióval, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a karácsonyfákat ne feltétlenül az útszélen, meg az árokparton, meg a ház mögött dobják ki, hanem szépen hozzák be nekünk rendezett körülmények között a hulladékudvarba, vagy akár töves fenyőt használjanak karácsonyfának, ezt hozzák be nekünk a hulladékudvarba, amit tavasszal a nyíregyházi városüzemeltetési céggel közösen kiültetünk egy fenyőligetbe a bújtoson. A program célja összetett volt. A szolgáltató az elkülönítetten gyűjtés fontosságára is felhívta a résztvevők figyelmét. Az akció népszerűsítése közben pedig bemutatták a hulladékudvarok és az újrahasználati központ tevékenységét. Mindenképpen a hulladékudvarok használatára szerettük volna buzdítani az embereket, mert ide nem csak biohulladék, hanem szelektíven gyűjtött hulladék, lomhulladék, elektronikai hulladék is ingyenesen behozható és elhelyezhető, akár építési hulladék is. Továbbá a Nyíregyháza kerékutcai hulladékudvarunkban működik az újrahasználati központ, ami azt jelenti, hogy a egyesek által kidobásra ítélt bútorok, könyvek, használati cikkek mások számára még akár értékesek, használhatóak lehetnek, és ezzel nem hulladékká válnak, hanem még tovább élik hasznos funkciójukat ezek a tárgyak. A szolgáltató a 2023-as kampánnyal már a második gyémánt marketing díjat vehette át. Ismét megrendezte az Értékes Barangolás című helytörténeti vetélkedőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat. A középdöntőbe jutott csapatok három helyszínen, Baktalurántházán, Kálósemjénben és Nyíregyházán mérhették összetudásukat. A verseny egyik célja a fiatalok identitás tudatának erősítése. Míg a zsűri belevetette magát az első feladatok javításába, a tanulók már buzgón dolgoztak a további értékmegőrző feladatokon. A verseny egyik legfontosabb célja, hogy a közös vármegyei értékek megismerésével a fiatalok identitás tudata erősödjön, miközben színes élményekkel gazdagodnak. Eddigi tapasztalataink azok, hogy a gyerekek ismét meglepnek minket, nagyon jól felkészülnek az értékekből, látják és foglalkoznak azokkal az értékekkel, amelyek körülveszik őket, akár a szülőföldjükön, a szülőtelepülésükön, tisztában vannak a vármegyei értéktárban szereplő értékekkel, és természetesen a hungarikumokkal is, úgyhogy nagyon nívós versenyek voltak eddig, ugye két középdöntő már lezajlott, és itt az utolsó középdöntőben eldől az, hogy melyik lesz az egy-egy csapat, aki még tovább jut majd a megyei döntőbe, és hát bízunk benne, hogy a megyei döntő után majd az országos döntőbe is az értékőreink, mert nyugodtan nevezhetjük őket így, majd bebizonyítják azt, és megmutatják azt, hogy mi is az a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei virtus, és a hagyományoknak megfelelően jó szerepelnek majd az országos döntőben. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, köszönjük a gyerekeknek, hogy az értékekkel foglalkoznak, és külön köszönjük a felkészítő tanároknak is. Már hagyománnyá vált, hogy az Értékes Barangolás elnevezésű vetélkedővel indul az új év. Idén is nagyon sokan jelentkeztek, az online fordulót követően pedig három középdöntőben versenkedtek tovább a csapatok. Idén Baktalórendházán, Kálósemjénben és Nyíregyházán zajlottak a középdöntők. A helyszíneken három általános és három középiskolás csapat mérkőzött meg. A gyerekek azok, akik tovább viszik az értékeinket a következő generációknak, amikor ők is felnőttek lesznek, át fogják adni a saját gyerekeiknek. Mi, akik itt egy kicsit már talán a felső csúcsán vagyunk életkor szempontjából, ennek a gyűjtő és értékfeltáró és értékőrző munkának azt gondoljuk, hogy a legnagyobb feladatunk ezek összegyűjtése után átadni az ismereteket. Megmutatni, bemutatni, tudatosítani, és hát természetesen játékos formában kell mindezt, mint ahogy a vetélkedő is mutatja, ahol a gyerekek úgy érzik, hogy nagyon sok hasznos dologgal gyarapodnak, és nagyon-nagyon reméljük, hogy ők mindezt megtekintik, megnézik majd szűkebb környezetünkben, vagy a mi
Kárpát-medencénkben is, hiszen egész a határokon túl is lépnek ezek az értékek, és ugyanilyen örömmel és nagy büszkeséggel fogják továbbadni a gyerekeiknek mindazt, amit a mi elődeink számunkra is, nem csak maguk számára létrehoztak. A legfontosabb cél, hogy a következő generációt is bevonják abba az értékmentő küldetésbe, amelyet a Vármegyei Értéktárban és különböző kulturális intézményekben zászlóra tűztek. Baracsi Endre elmondta, fontos, hogy legyenek követők, és 5-10-15 év múlva is vigyázzanak azokra az értékekre, amelyek körülvesznek bennünket, és amelyekből mi magunk is fakadtunk. A versenyzők is azonosultak ezzel a gondolattal. Fontosnak gondolom, hogy megtartjuk hagyományainkat, és továbbadjuk a következő generációknak. A középdöntőkből továbbjutók tavasszal a vármegyei döntőben újra bizonyosságot tehetnek a helyi értékekkel kapcsolatos tudásukról. Három vesztes mérkőzést követően 3 pontot szerzett a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NB1 21. fordulójában Mezőkövesden győzött 2-1-re. A forduló további eredményei a következők: Paks Zalaegerszeg 3-4, Kecskemét Újpest 1-0, Fehérvár FC DVSC 1-0 és Puskás Akadémia MTK Budapest 6-1. A tabella élén a Paks áll 43 ponttal megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 42 pontos Ferencvárost. A 17 ponttal 11. Kisvárda vasárnap a Paksot fogadja. 6 érmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői az 50. fedett pályás atlétikai magyar bajnokságon. Boros Bence megnyerte a 60 méteres síkfutást, a hármasugró Nyisztor Petra és a súlylökő Tóth Balázs pedig a második helyen végzett. Vörös Szabolcs 1500 és 3000 méteren harmadikként ért célba, és bronzérmes lett a magasugró Bakosi Péter is. Csak úgy, mint tavaly előtt és tavaly, idén is Nyíregyháza adott otthont a fedett pályás magyar bajnokságnak. A jubileumi 50. fedett OB rögtön egy országos csúccsal indult, a budapesti honvéd sprintere Takács Boglárka 60 méteren 7-20-ra javította a magyar rekordot. A férfiaknál nyíregyházi győzelem született 60-on, Boros Bence 6.71-es idővel elsőként haladt át a célvonalon. Egész jó futás volt, hiszen a szezonban egy picit lassan kezdtem, gyengén. Engem is meglepett már az előfutamban az eredmény is, de abszolút a döntőben is, ugye, hogy a tájékoztató óra kiírt az eredményt, annak nagyon örültem volna. A hivatalos idő más lett sajnos, egy picit gyengébb, a kalibrálás nem sikerült annyira a szervezőknek, azt mondták, de én ezzel is meg vagyok elégedve, bár picit mérges voltam emiatt. Itt egy apró hiba is igazából annyit jelent, hogy ére múlhat rajta. Nagyon nehéz, hogyha ott van közvetlen mellettünk, fej-fej mellett valaki, akkor talán egy picit tudunk figyelni rá, de természetesen a két vonal között kell magunknak megoldani. Női hármasugrásban a tavaly előtt bajnok, tavaly ezüstérmes Nyisztor Petra 12 méter 58 centiméterig jutott, és ezzel a második helyet szerezte meg. Összességében elégedett vagyok vele, nagyon jól éreztem magam, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan voltak itt, és szurkoltak nekem, is tapsoltak ilyen hangosan, úgyhogy nagyon örülök. Én főállásban úszóoktató vagyok, úgyhogy amellett még a testnevelési egyetemen tanulok szakedzőnek, úgyhogy eléggé nehéz így összeegyeztetni, de szerencsére rugalmas az edzőm is, meg az edzőtársaim is, így meg tudom oldani az edzéseket. A Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós a fedett pályás bajnokságon már a nyári párizsi olimpiáig tekintett előre. Nagyon jó ide jönni, mert tényleg a körülmények első osztályúak. Köszönet ezért mindenkinek, aki ezt lehetővé tette itt Nyíregyházán. Másrészt meg azért mégiscsak a fedett pályás szezon legfontosabb versenye, tehát azért a magyar atléták, ugye főleg a top élversenyzőink azért már vannak annyira profik, hogy pontosan tudják, hogy kell a formát időzíteni. Még akkor is ugye nem feltétlenül csúcsformáról beszélünk, hiszen hosszú szezon előtt állunk. Ez most már egy teljesen új időszámításban vagyunk, a világbajnokság lecsengett, de a fél év eltelt. Szép volt, jó volt, de a karaván az halad, szokták mondani. Úgyhogy készülnek néhányan a fedepás világbajnokságra, meglátjuk a VB után derül majd ki, hogy, vagy az OB után, bocsánat, derül majd ki, hogy hányfős lesz ez a csapat, nem lesz nagy létszámú. E tekintetben az Európa bajnokságra lövünk június elején, ott azért bízom benne, hogy egy komoly meghatározó létszámot tudunk ott lenni, és aztán augusztus elején pedig a Párizs Olimpia, úgyhogy van mit csinálni. Boros Bence és Nyisztor Petra mellett még 3 nyíregyházi versenyző szerzett érmet. A súlylökő Tóth Balázs a második helyen végzett.
A magasugró Bakosi Péter harmadik lett, Vörös Szabolcs pedig 1500 és 3000 méteren ért harmadikként a célba. Megszerezte 15. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza Spartakusz, Timár Krisztián együttese a szombathelyi haladást fogadta, és 2-1-re verte ellenfelét. Az NB2 tabelláját az 50 pontos Nyíregyháza vezeti, megelőzve a 42 pontos Győrt. A Spari a következő fordulóban Győrben lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A déli ipari park fejlesztése gőzerővel halad, 5 éven belül 5000 új munkahely lesz Nyíregyházán, a dolgozó szülők számára pedig óriási segítség lesz, ha jó kezekben tudhatják gyermekeiket napközben. Ezt hangsúlyozta a város polgármestere az új önkormányzati bölcsőde hivatalos átadóján. Közel 600 millió forintból felújították és bővítették az épületet, így most már 3 csoportszobás, 36 férőhelyes az intézmény. Online békéltetés, régiós testületek, komoly változásokon esett át január 1-től a békéltető testületek működése. A Szabolcs-Szatmár-Beregi illetékességi ügyekben már a Hajdú-Bihar vármegyei békéltető testület jár el. 6 érmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői az 50. fedettpályás atlétikai magyar bajnokságon. Boros Bence megnyerte a 60 méteres síkfutást, a hármas ugró Nyisztor Petra és a súlylökő Tóth Balázs pedig a második helyen végzett. A magasugró Bakosi Péter harmadik lett, Vörös Szabolcs pedig 1500 és 3000 méteren ért harmadikként célba. Február 19-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Kedden a kötfoltok és réteg felhőzet megszűnését követően felhő átvonulásokra és hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésre lehet számítani. Csapadék északkeleten nem valószínű, az ország nyugati részével ellentétben a légmozgás is mérsékelt marad. Napközben 9 és 14 fok közötti maximumok várhatóak.